köszöntelek a C programozási nyelv használatát bemutató videósorozat következő részében, amelyben még mindig a struktúrákkal foglalkozunk. Az előző részben adtam fel egy házi feladatot, ugye itt is van nyitva már nekem az előző struktúra nevű programunk, illetve projektünk, és arról azt kértem, hogy akkor csináljuk meg, hogy ez egy 4 elemű tömb legyen, amiből 3-at inicializálunk, és a 4-et akkor adott beolvasással fogjuk elkészíteni. Na nézzük, hogy akkor mit kellene csinálnunk. Ugye én a DB-t már át is írtam 4-re. Akkor ugye először is a fájlok közül a megfelelő mappából hozzá kell kapcsolni a mylibc függvénygyűjteményünket, bocsánat, ezt hozzá kell adni, ugye a csomag a projektünkhöz, akkor ez már itt meg is van, ugye ide be is jött, ezt én itt bezárom, és annyit kell csinálnunk, hogy a mylibc-t, függvénygyűjteményt pedig akkor be is kell inkludálnunk, ugye mylib.h, és tudjuk, hogy ugye mivel projektmódban vagyunk, ugye ezt a egy mappával föntebbről kell megnyitnunk, és akkor én ezt gyorsan most meg is nyitom. Azt mondja, hogy hol vagyunk, köszönjük, fönn, open, itt vagyunk. Na nézzük. Ugye, stringet kell beolvasnunk, és egész számot kell beolvasnunk. Na nézzük, ugye, string az a getString-el fog menni, az egész szám az pedig a getIntCheckid lesz tulajdonképpen. Na nézzük. Akkor kezdjük. Ugye tudjuk, hogy a 4. elemet kell beolvasnunk csak, ugye, ami index szerint a 3. Hát akkor az első ugye nevet kell beolvasnunk, az a get string nevű függvényünk. Ugye ez hogy működik? Ez úgy működik, hogy van egy üzenetünk. Az üzenetünk az ugye nem más, mint a név 2. Ugye ezt a nevet kell beolvasnunk. Meg kell mondanunk, hogy hova kell beolvasni. Az e tömbünknek a 3. elemének a névmezőjébe kell beolvasnunk, és van egy hossza, az pedig a max név. Ugye ebben a hosszúságban kell beolvasnunk. A következő pedig egy get int, ugye ebből egy checkid verziónk van, ugye ami egy egész számot ad vissza, tehát akkor ezt az egész számot kell betöltenünk a születési időbe, ugye akkor azt mondjuk neki, hogy az e tömb a 3. elemének születési idő nevű mezője legyen egyenlő a getCheckiddel. Na nézzük, itt is van egy message, ugye ez a születési idő, és csak azért, hogy tudja a delikvens, hogy hogy kell megadni, megmondjuk neki, hogy év, hónap, nap formában kell megadni. Ugye, és akkor tulajdonképpen kell még egy alsó határ, meg egy felső határ. Hát ugye az alsó határ az legyen 1900, mit tudom én, 40 január 1, a maximum meg pedig legyen, ugye a mai napnál azért ne legyen későbbi, tehát 2022 mondjuk legyen április 1-e, és akkor ez egy vicc innentől kezdve. Így jó, tehát e között kell, hogy szülessen a delikvensünk, és van még egy egészet bekérő dolgunk, ugye ő is a 3. elem, ő pedig a fizetés, ez ugyanúgy ugye egy getIntCheckid lesz, ugye ez egy havi fizetés, vagy írjuk inkább úgy, hogy bruttó fizetés, jó? Így nem kell pontos vesző, ugye ez forintba lesz, és akkor azt mondja, hogy ez is egy alsó határ, felső határ. Ugye hát vannak ilyen minimálmérek, meg egyébek, mondjuk az, hogy 200 000 forintnál nem kereshet többet valaki, és mondjuk ennél a cégnél 700 000 forintnál sem kereshet többet valaki, vagy bocsánat, 200 000-nél nem kereshet kevesebbet, 800 000-nél meg nem kereshet többet valaki, jó? Tehát e közé kell, hogy beessen a fizetése, így. No, akkor ezzel tulajdonképpen azt elértük, hogy föltöltöttük a 3. elemet, és akkor ennek megfelelően fogjuk kiírogatni az összes többit. Jó, na nézzük. Ctrl-S, elmentettem, jöhet egy fordítás, gyerünk, nincs semmi probléma, és jöhet egy futtatás. Na nézzük, ugye név, ott 1-től 47-ig betű, na nézzük, akkor ez legyen mondjuk Kántor Tamás, születési idő év, hónap a között,
azt mondja, akkor ez legyen 1993. március 25-e, és legyen egy bruttó fizetés, ugye az legyen mondjuk 290 ezer forint. És nézzük meg az adatokat. Sólyom Jarany, Járóka Mária, Kántor Viktória, Kántor Tamás. Tehát szépen bekértük az adatokat, szépen megjelenítettük ezt a negyedik elemet is most már. No, akkor nézzük az új, ez volt a házi feladat, és akkor nézzük az új dolgokat. Én ezt először is így gyorsan kikapcsolom. Nézzük az új dolgokat. Először is. Ha definiálunk egy struktúrát, akkor ugye mindig strukt és a struktúra neve formátumban tudunk megfelelően változót definiálni. Azonban lehetőségünk van arra, hogy egy struktúrát egy szimbolikus néven adott típussá definiáljunk. Ennek a kulcsszava a typedef. Tehát ha én leírom egy struktúra definíció után, hogy typedef, és utána megadok egy nevet, és ezt jellemzően csupa nagybetűkkel szokták leírni, akkor innentől kezdve létrejött egy ember nevű változó, ember típusú változó. Magyarán szólva, ha én egy ilyen ember típusú adatszerkezetet szeretnék definiálni, nem kell kiírnom ezt a hosszú strukt ember definíciós kódot, hanem egyszerűen azt mondom, hogy ez egy ember típusú változó. Ugye nézzük meg, ahogy elkezdem írni, abban a pillanatban látszik, hogy ő egy ember típusú változó egyébként. Na nézzük akkor ezt, hogy fogjuk innentől kezdve továbbiakban használni. Tehát egyszerűen akkor a definícióink ilyen egyszerű formára fognak alakulni. No, van akkor egy string tömbünk, és akkor ide most már gyorsan fölveszem a negyedik emberkét is, jó? Tehát, hogy akkor legyen tényleg négy emberünk, akkor ugye ide illik egy vesszőt tenni, mert hogy van még egy elemem, és akkor ő meg legyen mondjuk, ne Kántor Tamás, hanem akkor legyen valaki más, mondjuk ő legyen Szabó Zsuzsanna, ő legyen mondjuk 1956-os születésű, és akkor legyen mondjuk 10. hó 15-ei, és akkor ő neki legyen mondjuk 530 ezer forintos fizetése. Így, akkor ugye innen kikerül most már a definíció, ugye a adatbeviteli része a dolognak, és akkor a feladat a következő lenne. Ugye ez most itt megjeleníti az elemeket, és én ezt le fogom másolni még egyszer, és azért fogom ezt megtenni, mert hogy ide pedig a következőt kéne betenni a két megjegyzés közé, azt mondjuk, hogy adatok rendezése. Na nézzük, hogy lehet egy ilyen struktúra tömbben lévő adatokat rendezni? Ugye először is felmerül az a kérdés, hogy oké, hát itt ugye nem egyetlen tömbről van szó, mint mondjuk egy egész tömbről, vagy egy string tömbről, vagy egy lebegőpontos valós számokat tartalmazó tömbről. Tehát ez nem egy homogén tömb. Ebben a tömbben elemenként struktúrák találhatók. Magyarán szólva, a struktúra bármely mezője, vagy bármely eleme szerint ez a tömb, ez az E tömb, ez az ember típusú tömb, ez rendezhető. Magyarán szólva rendezhető névre, akkor egy string rendezési elv szerint kell rendezni ők az elemeket. Rendezhető korosztályra, vagy születési időre, akkor ez egy sima egész rendezésnek felfogható dolog. Vagy rendezhető fizetésre, és akkor szintén ennek megfelelően rendezhető. No, első körbe csak azért, hogy érettségiről felkészítés címén ismételjük a rendezési elveket is. Rendezzük be ezt a adathalmaz, tehát ezt az ember struktúrájú adathalmaz, ez az E-tömböt, rendezzük be fizetés szerinti rendezettségre. Jó? Na nézzük, mit kell ezért tennünk. A rendezések közül akkor maradnánk, illetve én választanám a csere alapú rendezés, ugye minden rendezés csere alapú, de van egy ilyen rendezésünk, ami ugye arról szól, hogy rendezés cserével. Ugye ennek az a lényege, hogy két ciklus mentén kell bejárnunk a
tömbünket, amit rendezünk, ugye jelen pillanatban egy struktúrával rendelkező tömbünket kéne bejárni. Ugye ez úgy néz ki, hogy for i egyenlő nullától i kisebb, mint darab mínusz egyig megyünk, ugye? És i plusz plusz, ugye ez a külső ciklus. A belső ciklus pedig arról szól, ugye a j-vel pedig i plusz 1-től megyünk, opa, elnézést, i plusz 1-től megyünk, ugye j kisebb, mint darabig, és j plusz plusz. Ugye ez a lényege a dolognak, és itt tulajdonképpen van egy összehasonlítás, és ha cserélni kell, akkor ugye itt jön a csere egyenlő valamivel. Tehát ugye így néz ki a dolog. Ugye először is az i-edik elemet akkor beletesszük a cserébe, ugye majd ezt kicsit kiegészítjük, csak most a blokk vázatát próbálom földobni. Ugye az i-edik elembe belemegy a j-edik elem, és akkor tulajdonképpen a j-edik elembe pedig belemegy a csere. Tehát ugye ez a logikája ennek a rendezési algoritmusnak. No, nézzük akkor, hogy ki kivel van. Ugye még egyszer fizetésre fogunk rendezni növekvő sorrendben. Na nézzük. Ugye ez így tökéletes, mert hogy az E tömböt fogjuk bejárni. Tehát magyarán szólva az E tömbnek, opa, elnézést, az E tömbnek az, bocsánat, a J-edik elemét nek, bocsánat, elnézést, azt mondja, hogy E tömbnek, a j-edik elemében lévő fizetés, amennyiben kisebb, ugye most az a lényeg, hogy növekvő sorrendben rendezünk, tehát a mostani vizsgált elem az kisebb, mint az i-edik elem, tehát az e-tömnek az i-edik elemének a fizetés nevű eleme, tehát hogyha ezek úgy állnak, hogy az éppen vizsgált i-edik elem, ugye, ami már a rendezett elemeket tartalmazza, az nagyobb, mint az éppen vizsgált hátralévő elemek egyike, akkor csere van. Ahhoz, hogy cserélni tudjuk, ahhoz nekem kell egy ember típusú c-változó, és akkor most már ebbe a c-változóba bele tudom tenni az e-tömböm i-edik elemét, az E-tömböm i-edik elemébe bele tudom tenni a j-edik elemet, és a j-edik elemébe bele tudom tenni a cserét. Tehát tulajdonképpen ennyi a rendezés. Ezzel berendeztem fizetésre. Oké? Okay? Tehát ezzel fizetésre rendeztem be a struktúra tömbömet. Na nézzük, akkor próbáljuk meg lefordítani. Na, valami kimaradt, valahol egy... Pam, 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 pam. Ja igen, ez itt nem, nem vesző, hanem pontos vesző, bocsánat. Sőt, az i utáni rész is pontos vesző, így most már azért sokkal jobban néz ki a dolog. Na, még egyszer, és tökéletes is. Tehát még egyszer, itt vannak a neveink. Fizetés szerint növekvő sorrendben raknánk, tehát 2, 95, 3, 54, 5, 30. Tehát ez lenne pontosabban nem 4, ja, de 4, mert most már a 4-20-as átírást azt kivettük. Jó, tehát ezek lennének a sorrendek. Na nézzük, fordítás, ez meg volt futtatás. Ah, elnézést, hogy jobban nézzen ki a dolog itt a rendezés kiírása előtt. Itt a második kiírásnál. Én gyorsan beleteszek még egy perent. Jó, hogy kicsit elkerüljön. Elkülönüljön a két struktúra halmaz egymástól. Na itt is vagyunk. Tehát ugye a legkisebb a 295 ezres, aztán jön a 350 ezres, aztán a 400 ezres, aztán az 530 ezres. Tehát jelen pillanatban berendeztük a tömbünk, vagy a struktúránkat fizetés szerint. Nézzük, rendezzük be a struktúránkat születési dátum szerint. Tehát előre kerüljenek a korábban születettek. Én... ezt az egyetlen feltételt kikapom innen, jó, Ctrl-C-vel, és ide ki fogom tenni egy megjegyzést, elnézést, Ctrl-V, és ide ki fogom tenni egy megjegyzésbe, jó? Így, tehát ez a fizetés. Na nézzük, hogy néz ki, ha úgy rendezem, hogy nem fizetés, hanem születési idő szerint rendezem. Akkor annyi, hogy ezt az egészet itt fogom és átírom. Ez lesz a következő rendezés. Na nézzük. Ugye leállítom itt a
Futást, fordítás, futtatás, nézzük. 56, 63, 65 és 90. Tehát látszik, hogy tényleg úgy rendezte sorba az adatokat, ahogy kell. Akkor ezt is ellopnám innen, Ctrl-C, kiviszem ide, Ctrl-V, és akkor ezt is gyorsan lejegyzem, mint megjegyzést. Tehát az első feltétel az a fizetésre rendezett, a második feltétel szabadidőre rendezett. És akkor nézzük, mi van, ha ezt névre kell rendezni. Ugye az a gáz a névvel való rendezésre, hogy itt stringeket kell összehasonlítani. Ugye a stringeket egyszerűen így nem tudom összehasonlítani, viszont azt tudom, hogy van egy strcmp nevű függvény, ami képes két stringet összehasonlítani, és akkor itt meg is adtuk akkor ezt a két stringet. Tehát az egyik string a j-edik elem, a másik string pedig a i-edik elemnek a név nevű mezői. Ugye tudjuk, hogy a strcmp nevű eljárás, illetve függvény, ugye, gyorsan megyek is itt a lépcére, és Ctrl-F, strcmp-re gyorsan rá is keresek, itt is van. Azt mondja, hogy ez a függvény összehasonlítja a CS és a CT karakter sorozattal. A visszatérési érték negatív érték, ha a CS kisebb. Magyarán szóval negatív a visszaadott érték, ha a második string a nagyobb. Pozitív a visszaadott érték, ha az első string a nagyobb. És nulla a visszaadott érték, hogyha ez a két string egyenlő. Vissza a feladatunkhoz. Tehát negatív, ha ez a nagyobb. Pozitív, ha ez a nagyobb, és nulla, ha egyenlőek. Ha ez a nagyobb, akkor cserélnünk kell. Tehát abban az esetben, ha ez kisebb, mint nullával tér vissza, magyarán szólva az strcmp eredménye negatív, akkor a i-edik elem a nagyobb, tehát későbbi betűvel kezdődik a név. Akkor cserélnünk kell. Na nézzük. Fordítás, futtatás, J.K. Sosa. Tehát látszik, hogy teljesen tökéletes név szerinti sorba rendezése van a dolognak. No, ezt is ellopnám ezt a feltételt innen gyorsan. Ctrl-C, Ctrl-V. Tehát magyarán szólva, itt vannak azok a feltételek, amelyeket nekem a vizsgálati részbe be kell építenem ahhoz, hogy így, úgy vagy amúgy tudjam őket rendezni. Ugye akkor, amikor mi kitaláltuk a rendet, megtanultuk a rendezési eljárásokat, akkor rájöttünk arra, hogy a Standard C könyvtár gyűjteményben van egy rendező algoritmus. Ez méghozzá a quicksort, vagyis a gyors rendező algoritmus. A gyors rendező algoritmus valahogy úgy működött, hogy azt mondtuk neki, hogy quicksort, és akkor nézzük, hogy mi kell hozzá. Először is meg kéne tudnunk, hogy a quicksort ugye miben van benne. Azt mondja qsort, itt is van. Azt mondja a quicksort, és akkor elindulok itt szépen fölfelé. A quicksort a standardlib.h-ba van benne. Na nézzük, standardlib.h definiálva van, tehát akkor nyugodtan használhatom a quicksortot. Na gyorsan nézzük akkor, itt a minden áll, tehát quicksort. Na, hogy kell használni a quicksortot? Akkor újra gyorsan rákeresünk. Azt mondja, a quicksortnak meg kell adni annak a táblának a nevét, illetve címét, amelyet rendezni kell. A mi rendezendő elemünk az az e-tömb, tehát akkor ez ide az e. Meg kell adnunk, hogy ő hány elemű tömb, tehát hány elemből áll, ő ugye darab elemből áll, és meg kell mondanom, hogy egyetlen elemének mekkora a mérete. Hát egyetlen elemének a mérete size of ember méretű. Ugye az ember struktúrának a mérete egyetlen tömb ember mérete, és végül meg kell adni egy összehasonlító függvény címét, amely függvény ugye két paramétert kap, és akkor gyorsan ezt le is másolom innen. Tehát egy összehasonlító eljárás címe. Hívjuk ezt az eljárást kompembernek, és akkor ezt mindjárt gyorsan le is programozzuk, jó?
Na nézzük, definiálunk akkor egy ilyen eljárást. Ugye ennek egészet kell visszaadni, itt írja is a leírás, hogy ez egy egészet visszaadó eljárás. Tehát egy integer CMP ember, aminek ugye akkor a paraméterei ugye úgy néznek ki, hogy van benne, bocsánat, itt az egyenlőjelet, vagy a zárójelet. Ugye ő a P1 paraméter, ez pedig itt a P2 paraméter. Tehát az első mutató, az mutató az első tömbelemre, a második mutató, mutató a másik tömbelemre, és el kell döntenünk, hogy ezeket kell cserélni, vagy nem kell cserélni. Ugye melyik a kisebb, melyik a nagyobb, ezt kell megmondani. Ugye pont ugyanolyan eredményt kell szolgáltatnunk, mint az strcmp-nek. Tehát ha a második nagyobb, a P2 által elérhető tömbelem, akkor negatív számot kell visszaadnunk, ha az első a nagyobb, pozitívat kell visszaadnunk, és ha ezek egyenlőek, akkor nullát kell visszaadnunk. Na nézzük, akkor valósítsuk is meg ezt a függvényt. Ugye programozzuk is ki. Így, na nézzük. Először is, hogy az a bajunk, mint ahogy a STR-t, vagy a quicksort-nak a paraméterei mindig is baj volt, hogy ezek típus nélküliek. Tehát nekünk a P1-ből és a P2-ből típusos mutatót kell csinálnunk. Tehát nekünk van egy ember nevű struktúránk, és ilyen struktúrára mutató E1 mutatót, és egy ilyenre mutató E2 mutatót kell generálnunk ebből a két típus nélküli mutatóból. Az E1 mutató innentől kezdve akkor ember típusú struktúrára mutató lesz a P1, tehát módosítom egy típus módosítással. Az E2 ugyanígy egy ember típusú változóra mutató P2 mutató lesz. Magyarán szólva, jelen pillanatban van egy E1 mutatóm, ami egy ember típusú struktúrára mutat, és van egy E2 mutatóm, ami viszont egy szintén egy ember típusú struktúrára mutat. Aha, de ez nem egy ilyen struktúra, tehát az E1-nek nem mondhatom azt, hogy E1 pont név, mert az E1 az nem egy változónak a neve, hanem egy változónak a címe. Magyarán szólva az E1 az egy mutató. Oké? Okay? Ha én egy mutatón keresztül akarok elérni egy tömböt, akkor ez a jelölési módszere. Tehát ha az E1 nem egy struktúra változó, hanem egy adott struktúrára mutató változó, akkor a struktúra elemeit a mutató neve és egy nyíl segítségével érem el. Itt most már mondhatom azt, hogy név. Tehát az E1 változó által elérhető név. És hogy ezt kipróbáljuk, hogy tényleg ez van, és akkor itt most gyorsan azt csinálom, ugye ennek egy értéket kell visszaadni, ennek a neve majd ret lesz. Ide szépen definiálom, és ugye neki egy integert kell visszaadni, ugye innen látszik. És akkor azt mondjuk, hogy ez a ret első körbe legyen nulla. Tehát ez azt jelenti, hogy a két P1, P2 ezek egyformák. Jó? Nézzük meg, mit ad át nekünk a quicksort nevű eljárás. Magyarán szólva, írjuk ki legalább azt a nevet, amiket összehasonlít nekünk az eljárás. Tehát perennel ki fogok írni egy százalékeset és egy másik százalékeset. És nézzük meg, hogy valóban ezzel a nyilas verzióval érem el az adott mutató által elérhető struktúra elemeit. Tehát én egy stringet akarok írni. Az E1 mutató által mutatott név mező, és az E2 mutató által mutatott névmező. Tehát én mindig szépen kiírom, hogy ezt és ezt a nevet nézte össze, és azt mondom nekik, hogy bármire is hasonlítunk össze, nem érdekes, egyenlő az a dolog, amit összehasonlítunk. De azért csináljuk ezt, hogy lássuk, hogy valóban mutatón keresztül így lehet elérni egy struktúrát. Na nézzük! Apa, elnézést, egyen lejjebb. Itt kimaradt egy F, azt mondja, hogy printf. Oké, most már jó.
Oké, na nézzük. Oké, tehát itt van ugye. Járok a sólyom, Kántor Viktória sólyomjöron, Szabó sólyomjöron, Járok a Mária Szabó Zsuzsanna, Kántor Viktória Szabó Zsuzsanna, Járok a Mária Kántor Viktória. Ezeket hasonlította így össze, és csuk kiírta az eredetit, mert hogy azt mondtuk, hogy mindenki egyenlő minden. Pontosabban nem az eredetit írta ki, de hozott nekünk egy tömböt. Tehát látjuk, hogy valóban így lehet elérni az egyes struktúra elemeket abban az esetben, ha nekem nem egy struktúra neve, egy struktúra változó neve van, hanem egy olyan változón van, ami mutat egy struktúrára. Na, akkor nézzük ezek után, hogy kell eljátszani a cseréket. Na, én ezt, amiket ide összegyűjtögettem magamnak, ezeket én gyorsan innen Ctrl-X-el is lopom, jó? Ide gyorsan át is hozom, és akkor nézzük, hogy mi marad itt. Ezt a Q-szortot én egy picit innen lejjebb viszem ide. Ezt, bocsánat, nem is ide, hanem ide, így. És akkor ezt az adatok rendezését én itt meghagyom azzal a kitétellel, hogy ezt az egészet megjegyzésbe teszem, jó? Idáig, így. Ugye ez lenne, ha nekünk kéne megírni a rendezési algoritmus. Most viszont mi a quicksortot fogjuk felhasználni. No, első esetben a dolog arról szól, hogy el kell döntenünk, ugye, hogy akkor melyik a nagyobb. Magyarán szólva, hogy mondjuk első körben akkor ugyanúgy rendezzük be fizetésre, jó? Ugye azt mondjuk, hogy ha az E egy mutató által elérhető fizetés az nagyobb, mint az E2 mutató által elérhető fizetés, akkor tulajdonképpen mi is van? Akkor az van, hogy az első a nagyobb. Tehát ebben az esetben a ret az tulajdonképpen plusz egy, vagyis egyszerűen csak egy. Egyébként, opa, elnézést, ide nem kell. Ide kell a zárójel. Egyébként, amennyiben, ugye else if-fel fogom ezt megcsinálni, egyébként, amennyiben az E1 által, vagy E2 által elérhető fizetés nagyobb, mint az E1 által elérhető, bocsánat, által elérhető fizetés, akkor viszont, ugye ez egy negatív szám kell, opa, negatív szám kell, hogy legyen, tehát akkor az eredményünk a ret egyenlő mínusz egyel. Egyébként pedig, ugye ha se az egyik nem nagyobb, se a másik nem nagyobb, akkor ők egyenlők, de azt meg itt beállítottam, sőt, azt mindjárt beállíthatom akár itt is, hogy ők egyenlők. Így, na ezt most már nem akarom kiírni, jó? Tehát akkor a fizetésre való rendezésnek ez a két sora van. Tehát megnézem, hogy az a fizetés az első paraméterrel elérhető, egy első mutató által elérhető tömbben a nagyobb, akkor ez egy pozitív eredmény, ha pedig a másodikban, akkor negatív. Ha pedig egyenlőek, akkor ugye alapból nulla. Na nézzük, ha én ezt így meghagyom. Ctrl-S, leállítom gyorsan itt a futtatást, fordítás, na valamit elcsesztem. Ja, nem csesztem, mert csak annyi, hogy nem használt a C és a J, ugye értelemszerűen azzal, hogy én ezt a tömböt innen, ezt a rendezési elvet innen kiszedtem, ugye így a C és a J nem lettek felhasználva, de ez nem is baj, és ugyanez a... Aztán van egy used uninicializált. Mi az? Egy nem lett inicializálva. Miért nem lett inicializálva? Ja, bocs, elnézést. Kitöröltem véletlenül azt, amit az elején már leírtam. Bocsi, elnézést. Tehát az E1, ugye egyenlő az ember csillag P1, és ugyanez van az E2-vel is. Az E2 egyenlő ember csillag P2, így. Na most már jó. Elnézést, az előbb a rettel gyorsan dokki kukába dobtam mindent. Na most már csak a csé meg a jének a felhasználása miatt visít a dolog. Na nézzük, futtassuk le. Ugye fizetés szerint rendeztünk. 295, 354, 530. Tehát látszik, hogy akkor ugyanazt a rendezést elértük.
ezzel a módszerrel. Na ezt a két short én is itt gyorsan leremelem. Tehát ez a fizetéses megállapodás, akkor ezt rendeztem, ez már nem kell. Nézzük, mi van, ha én most nem fizetésre rendezek, hanem ugye születési időre. Az eljárás tulajdonképpen ugyanez, azzal a különbséggel, hogy itt nem a fizetést nézem, hanem az eszidót nézem. Ugye? Tehát, hogyha a második struktúrának az eszide, vagy az első struktúrának az eszideje nagyobb, mint a másodiké, akkor pozitív az eredmény. Ha az elsőjé kisebb, vagyis a második a nagyobb, és az első a kisebb, akkor ez a ret mínusz 1. Egyébként ugye itt pedig beállítottam a nullát. Tehát jelen pillanatban, ha ez a kód érvényes, akkor most születési idő szerint ugye elől vannak az idősek, hátul vannak a fiatalok. Na nézzük. 56, 63, 65, 90. Valóban. Na nézzük a következőt. Akkor ez is megvan. Így. És most már csak egyetlen egy rendezési elvünk marad, ez pedig nem más, mint a név szerinti rendezés. Ott pedig egyszerű a dolgunk, mert hogy az STR-CMP nevű függvényünk az úgy működik, hogy pozitívat ad vissza az első, negatívat, ha a második, és nullát, hogyha egyenlőek. Tehát ez pont azt adja vissza, ami nekünk kell. Annyi a különbség, hogy a tömbünket, ugye a cserélendő elemeket nem egy tömbön keresztül érünk el, egy tömbelemen keresztül, hanem mutatón. Tehát ha az E1 által mutatott névet összehasonlítom az E2 által mutatott névvel, ugye akkor, ha ez a nagyobb, akkor ez pozitív, ha ez a nagyobb, akkor ez negatív, ha pedig egyformák, akkor nulla. Magyarán szólva a ret ezzel lesz egyenlő. Tehát most név szerint növekvő sorrendbe fogjuk rakni az adatokat. Na nézzük. J-K-S-O-S-A. Tehát való igaz. Magyarán szólva akkor itt a CMP emberbe kialakítottuk mind a háromféle rendezést. Ha nekem egy komplex problémám van, amivel hol egyszer így, hol egyszer úgy, hol egyszer amúgy kell rendezgetnem, akkor két lehetőségem van. Az egyik, hogy én írok egy olyan komp embert, ami mondjuk fizetés növekvőbe rendez. Aztán írok egy olyan komp embert, ami születési idő szerint növekvőbe rendez. Aztán írok egy olyat, ami a komp embert név szerint rendezi. Tehát lesz három különböző komp ember nevű függvényen, tehát lesz egy CMP ember név, CMP ember fizetés és CMP ember eszidő. És akkor én itt a quicksortba annak a függvénynek a nevét adom meg, amely szerint rendeznem kell. Ez az egyik lehetőség. Nem túl cés. A másik lehetőség, hogy egy picit firnyákolok, és a következőt mondom. Létrehozok én egy egyetlen komp ember nevű rendező függvényt. Majd fölveszek egy olyan globális, ugye én a quicksorthoz nem tudok még egy információt hozzáadni. Például nem tudom neki azt mondani, hogy akkor, és legyen még egy paraméterre, ami megmondja, hogy hogy rendezzen. Ezt nem tudok csinálni, mert ez egy standard C függvény. Mondjuk csinálhatnék egy quicksort X nevű függvényt, ugye? Aminek én ideadnék még egy rendezés mód szerinti paramétert, és a quicksort X-be hívnám meg, hol így, hol úgy, hol amúgy. De én mutatok egy másik eljárást, egy egyszerűbbet, amivel, mivel úgy is nekem kell elkészítenem azt a rendező függvényt, ami szerint a quicksort rendez, ezért, vagy összehasonlító függvényt, ami szerint a quicksort rendez, ezért én azt mondom, hogy definiálok egy integert, egy sort mode nevű változót, aminek az értéke vagy nulla, vagy egy, vagy kettő. Ha nulla, akkor név szerint rendez. Ha egy, akkor
születésidőre szerint rendez. Ha kettő, akkor fizetés szerint rendez. És alapértelmezés szerint ezt beállítom nullára. Majd a összehasonlító függvényembe a következőt csinálom. Azt mondom, ha a sort mód egyenlő nulla, akkor név szerint rendezünk, tehát akkor nekem ez kell. Magyarán szólva, a ret értéke e szerint határozódik meg. Egyébként, ha a sort mód egyenlő egyel, akkor születési idő szerint rendezek, magyarán szólva így. Minden egyéb esetben, ami ugye nem más, mint a fizetés szerinti rendezés, én így rendezek. Tehát magyarán szólva, a összehasonlító függvényemnek, hogy hogy áll elő a visszaadott értéke, azt én egy szép szétválasztással oldom meg. Sort mód 0, sort mód 1, és minden egyéb más. Ha nem mondok semmit, marad minden így, ahogy van, mivel a globális változómat beállítottam, ugye azért globális változó, hogy ez innen elérhető legyen a CMP emberből. Itt beállítottam nullára, tehát ha semmit nem mondok, akkor ugye értelemszerűen mire rendez? Névre. Viszont, ha én ezt a globális változómat szépen beállítom, még a quicksort meghívása előtt egyre, akkor ha most így fordítom le, és így futtatom le, akkor születési dátum szerint rendez növekvőbe. Ha viszont azt mondom neki, hogy ez legyen kettő, akkor pedig értelemszerűen fizetésre fog rendezni. No, egy baj van ezzel a 0-1-2-vel, hogy ezek abszolút nem beszédes információk. Tehát ha valaki olvas ezt a programot, nem érti, hogy mi ez a sort mód egyenlő 1, 2 vagy 0. Ezért most megtanulunk egy újabb fogalmat, ez pedig az úgynevezett felsorolás típusú változók, illetve konstansok. Ezeket úgy hívják, hogy enumerated típusú konstansok, röviden enum. Az enum egy cool szó, amivel tudunk konstansokat definiálni, amik sorban vesznek fel egymás után értékeket, nullával kezdve. És szimbolikus érték, neveket rendelhetek az egyes értékekhez. Megmondom például, hogy az úgynevezett sort mód nevű konstansok a következőképpen néznek ki. Sort mód aláhúzás név. Ez az első. Ő nullát fog érni, mivel a listában ő az első, ezért az ő indexe nulla. Sort mód, következő az legyen a születési idő, és a következő sort mód legyen mondjuk fizetés. Tehát ezzel én tulajdonképpen elértem azt, hogy nem kellett azt mondanom, hogy az SM aláhúzás név nulla. Tehát hashmark defined SM aláhúzás név nulla, SM aláhúzás idő 1. SM, aláhúzás, fizetés, 2. Hanem, mivel ezek sorban egymás után kapnak értéket, nullától kezdődően, ezért én ezzel az enumerated definícióval őket listaszerűen határozhattam meg. Ha ez így van, akkor itt már tudom azt mondani, hogy az alapértelmezett rendezés, nézzétek meg, itt már ki is tudom választani, mert rájött, hogy ez egy ilyen SM típusú lista definíció, és azt mondom, hogy akkor ez legyen mondjuk az alapértelmezett a név szerinti rendezés. És ha én nem név szerint akarom rendezni, hanem valami más szerint, akkor itt nem egy varázsszámot fogok mondani, hanem azt mondom, hogy SM SIDO, és már is ilyen rendezettségű lesz a listám. Itt is van. Oké? Okay?
Tehát, ha nekem egy programba, egy összetett programba, innentől kezdve az egyik esetben így, másik esetben úgy, a harmadik esetben amúgy kell rendeznem az adott kimutatásaimat, nincs más dolgom, beállítom a sort módot a megfelelő konstanssal, quick sort, és már mehet is a listázás. Oké? Okay? No. Hát ezzel tulajdonképpen elértünk a fogalmaink végére. Ugye ebben a dologban akkor megnéztük, hogy ott hogy lehet rendezni alapvetően struktúra tömböket. Ugye láttuk, hogy a struktúra elemek, mivel ugyan összetett változók, a struktúra tömb elemei, ettől függetlenül egyszerű értékadással az egyik struktúra elem áthelyezhető a másikba. Tehát a csere egyszerűen megoldható. A rendezésnél, amikor a saját készítésű rendező algoritmusunkkal kell rendezni az adatokat, ezt simán ki tudjuk használni. Ha a quicksortot használjuk föl erre a... Bocs, ez egy angol szó. Sort mód, itt kimaradt az elbetű. Tehát, hogyha a quicksortot használjuk föl erre a rendezésre, akkor egyszerűen a különböző vizsgálatokat, amiket ugye megejtettünk a saját rendező eljárásunkban is, ezeket ügyesen fel tudjuk használni a quicksortban is. A különbség annyi, hogy a tömb elemeket, amiket éppen vizsgálunk, hogy kell csere vagy nem kell csere, ezeket nem tömb elemenként, hanem tömb elemekre mutató változókban érjük el. Ezért megismertük azt, hogy egy struktúra, ha mutatón keresztül érhető el, akkor hogy tudunk hivatkozni az egyes struktúra elemekre, és láttuk, hogy annyi, hogy a mutató neve után egy nyilat írunk, és ezt követően írjuk le az adott struktúra elem nevét. A következő új dolog az az volt, hogy megnéztük, hogy a quicksortnak a rendezési algoritmusait, hogy tudjuk, a rendezési algoritmusát, hogy tudjuk úgy kibővíteni, hogy az szabályozható legyen, hogyha egy struktúra elemeit kell rendezni, akkor melyik mező szerint kell rendezni, illetve még azzal is felruházhatnánk, hogy esetleg név szerint növekvő csökkenő, születési idő szerint növekvő csökkenő, vagy fizetés szerint növekvő csökkenő. Ugye annyi van, hogy akkor itt egy picit pontosítanunk kellene, hogy ez a név up, név down, vagy név fel, név le, születési idő fel, születési idő le, és akkor ennek megfelelően több konstans kéne felvennünk, és több vizsgálatot kéne itt elvégeznünk. Ez volt a következő lehetőségünk. És rájöttünk arra, hogy ezek a különböző esetszétválasztó, rendezési esetszétválasztó dolgokhoz mi hozzá tudunk rendelni különböző rendezési módokat, és innentől kezdve akkor ennek megfelelően nem konstansokat használunk, hanem megfelelő elemeket használunk. Ugye itt is illene még egy if behelyezése, és azt mondani, hogy a sort mód az egyenlő, ugye SM fizetés. Tehát ez így lenne igazából kerek, ugye? No. Ennyi lenne ma a string tömbök rendezése, az enumerate típusú konstansoknak a bevezetése, a quicksortnak a használata, nem string tömb, bocsánat, struktúra tömbök rendezése, és a quicksort használata a struktúra tömbökre. Még egy apró dolog van mára, ez a C elemeinek a tudásbővítéséről szólna. Ugye itt azt mondtam, hogy ezek esetszétválasztó módok. Arra, hogy különböző eseteket szétválasszunk, ugyanaz ez if is jó megoldás, de erre a C-nek van egy saját eljárása, egy saját mondjuk úgy utasítás kulcsszava, ez pedig nem más, mint a switch. Kulcsszó. Tehát a switch az nem más, mint egy esetszétválasztó, egy tulajdonképpen több ágas if. Ha én most visszamegyek egy nagyon-nagyon régi tudásanyagunkhoz, méghozzá a Structurizerhez, a Structurizerben is van egy olyan elem, ami több fele válasz szét. Opa, elnézést, ez az az elem,
ami megmondja, hogy mi van, ha ez van, mi van, mi a feltétel, mi van, ha ez van, mi van, ha az van, mi van, ha az van. Ugye itt csak két esetet vizsgálgatunk, de ha én ezt most innen kitörlöm, bocsánat, ezt kijelölöm és kitörlöm, és azt mondom neki, hogy ne két esetet vizsgáljon, ugye ez egy feltétel, hogy mit vizsgál, ezek pedig az egyéb különböző értékek. Ha én ide több értéket is beteszek, akkor látszik, hogy ha ez az érték, ez, ez, ez vagy ez. A mi esetünkre most ez a következőképpen néz ki, azt mondom, hogy a szort módot kell vizsgálnunk, és ha a szort mód értéke SM név, akkor mi van? Mi van, ha SM eszidó, és mi van abban az esetben, ha SM fizetés? Vagy mi van egyébként? Ha nincs egyébként, akkor azt nyugodtan ki lehet törölni, és már is itt van. Mi van, hogyha SM névre kell rendezni, akkor itt van a kód. Mi van, ha SM időre kell rendezni, itt van a kód. Mi van, ha SM fizetésre, itt van a kód. Tehát már itt is létezik, a Structurizerben is létezik egy kulcsszó, illetve megfelelő utasítás típus erre az esetre. Na ezt a fajta utasítás típust hívjuk a C-ben switchnek. Na gyorsan akkor a Richie M. Kernighetben elugrunk az első fejezetre. Azt mondja, hogy itt van switch utasítás. A switch utasítás használta a következő, tehát több irányú programelágazás eszköze valójában. A switchet úgy kell használni, hogy megadok egy kifejezést, és a kifejezés értéke szerint, ha az érték ennyi, és ide csak állandó értékeket lehet felvenni. Ha ennyi, akkor ez van. Ha ennyi, akkor az van. Ha ennyi, az van, az van, az van. Minden egyéb esetben pedig ez van. Az egyes eseteket jellemzően break-kel kell lezárni. Na nézzük, hogy működhet ez a mi esetünkben. Következőképpen fog kinézni. A switch után ugye kell, hogy mit akarunk vizsgálni. Amit én vizsgálni akarok, az a sort mód. Ugye nézzük meg, a switch után itt van egy kapcsolzárójel vége. Tehát ezt tulajdonképpen egy blokkba kell betenni a switchnek az egyes eseteit. A switch egyes eseteit a kéz nevű kulcsszóval tudom szétválogatni. Ugye ebből nekem jelen pillanatban kell három darab. Az egyik, amikor azt mondom, hogy a SM név esetén mi van, és ide nézzük meg egy kettő. Kettős pont kell utána. Tehát mi van, ha az SM az név? Mi van, ha az SM az SIDO? És mi van, ha az SM az fizetés? Ugye megbeszéltük, hogy minden kézt egy break zár le. Tehát ezzel mondom neki, hogy annak az ágnak az utasításai, amik ide jönnek, mik is jönnek oda? Ha az SM név, akkor ez az utasítás. Tehát akkor ez jön ide. Ha az SM SIDO, akkor ez jön ide. Ha az SM fizetés, akkor pedig ez jön ide. És nézzétek meg, hogy azért mennyivel jelentősen olvashatóbbá vált maga a kód. Tehát az esert mód szerint szortírozunk. Ha az SM, ha a sort mód ez, akkor ezt csináljuk. Ha az SM, a sort mód az ez, akkor ezt csináljuk. Ha a sort mód ez, akkor ezt csináljuk. A végeredmény ugyanaz, mint az if-ek esetében, a kód sokkal jobban követhető. Ugyanazt csinálja a program, csak ezzel a programozás technikával, ezzel az utasítás készlettel sokkal jobban áttekinthető kódot tudunk létrehozni. Na nézzük, hogy valóban erről van-e szó. Itt már is valami kis programhibát azért csak elkövettünk. Azt mondja, hogy a sort mód undeclarated. Ja nem mód, hanem mó. De. Elnézést. Na nézzük, fordítás. Így is van, ugye megint csak a C-vel és a J-vel van problémája. Futtatás, alapértelmezett rendezés, pontosabban a utolsó rendezési módunk, bocsánat, ugye itt van a quicksortban, az a születési idő szerinti rendezés volt, nézzük.
Valóban 56, 63, 65, 90. Tehát látszik, hogy valóban születési idő szerint rendeztük be az adatainkat. Jó. No hát akkor ennyit már a végleg a tudományos technika világából. Tehát még egyszer gyorsan összefoglalásképpen, és esküszöm, ma már többet nem mondok hozzá. Tehát akkor az első megnéztük, hogy hogy lehet rendezni struktúra tömböket, ugye mivel a tömb, mivel a struktúra elemek több mezőből állhatnak, tömb elemek, mivel a struktúrák, ezért a struktúrák több elemből, több mezőből állhatnak, ezért többféleképpen lehet őket rendezni. Megnéztük, hogyha a mi saját úgynevezett cserével való rendezésünkben gondolkodunk, akkor hogy néz ki, ha névre rendezem, hogy néz ki, hogyha születési időre rendezem, hogy néz ki akkor, hogyha én ezt névre rendezem, ugye itt a név maradt meg, én ezt az egészet most már innen ki is veszem, a videóban az egyes állapotok úgy is nyomon követhetők, jó, én ezt innen ki is veszem, tehát csak a quicksortos verziót hagyom meg. Utána megnéztük, hogyha ezt az egészet át szeretnénk ültetni a quicksortra, akkor ugye hogy néz ki a mi rendező algoritmusunkhoz készült összehasonlító programrész, illetve eljárás, függvény, bocsánat, ami egész számot ad vissza. Ugye a gondunk az az volt, hogy két mutatód ad, ami típus nélküli, de nekünk ezekből struktúrára mutató mutatókat kell csinálni, de ha ők mutatók, akkor gond lett azzal, hogy egy mutatón keresztül hogy érem el a struktúra egyes mezőit, ugye a pont helyett, ugye ha egy struktúra nevét tudom használni, akkor ponttal választom el a struktúra nevét és a struktúra elemeit, viszont itt most egy mutatón van, a mutató keresztül elérhető struktúrát, ugye nyíllal választom el a mutató és a struktúra elemek neveit egymástól. Mutatóval választom el. És megnéztük azt, hogy ezt az egészet hogy lehet úgy cizellálni, hogy a CMP ember nevű függvényünk, mivel a struktúrákat rendezünk, struktúra elemek szerint rendezünk, most pontosabb mondat, vagy a kijelentés, akkor hogy lehet azt megoldani, hogy az egyik, másik, harmadik, negyedik mező szerint rendezzünk? Ugye erre is találtunk egy módot, bevezettünk egy globális változót, aminek az értékeinek a változtatásával változtatni tudtuk a CMP ember nevű függvényben, hogy melyik rendező algoritmus, vagy melyik összehasonlító algoritmus működjön. Majd rájöttünk arra, hogy ezek a különböző állapotok, ezek így kóddal 0, 1, 2 nem túl szimpatikusak, nem túl olvashatóak, ezért bevezettünk hozzájuk konstans, illetve bocsánat, szimbólum definíciókat, és rájöttünk, hogy ennek a szimbólum definíciók úgynevezett szimbólum listába szervezhetők, aminél automatikus értékösszerendelődés van, tehát az SM név az 0, az SM szidó az 1, az SM fizetés pedig 2. Tehát így sorszám szerint fölfűzhetők ezek egy listába, és innentől kezdve szimbolikus néven keresztül tudjuk őket elérni. És végül, de nem utolsó sorban ugye az eset szétválasztáshoz az if és else if-es szerkezet helyett bevezettük a switch nevű eset szétválasztó utasításmódot, vagyis blokkot, amiben ugye az egyes eseteket a kéz elemek választják szét egymástól, és minden egyes elemet ugye a break-kel tudunk lezárni. És ennek megfelelően sokkal olvashatóbbá vált az eset szétválasztó algoritmusunk. Hát, ennyit mára a tudományos technika világából. Találkozunk a következő videóban, az már kőkeményen egy érettségi feladatnak a megoldása lesz, méghozzá a legutolsóé. Ez a videó készültekor a 21 évi októberi vizsga feladat lesz, annak is a programozás része. Hát, nézegessétek ezt az utolsó két videót nagyon sokszor, nagyon sok új elem van benne, nagyon sok új gondolat van benne, ezeket a gondolatokat meg kell érteni, próbálgassatok különböző problémákat összerakosgatni, ha bármi gond van vele, tudjátok nagyon jól, hogy működik a videó csatornához egy online meeting csatorna is, úgyhogy ha megkerestek akár telefonon, akár e-mailben, akkor összetudunk, vagy akár a Facebook Messengeren keresztül összetudunk röffenni egy ilyen online meetingre, és akkor egy picit átbeszélhetjük ezt a nem érthető részt. Na, találkozunk a következő videóban. Szia!